Az elmúlt évben a Vidor Fesztivál idején indult a Művész Asztal című rendezvénysorozat, ahová a legkedveltebb kortárs írókat hívták meg a szervezők. Az öt esten az irodalom barátok találkozhattak többek között Boldizsár Ildikóval, Grecsó Krisztiánnal és Dragomán Györggyel is. Szombaton Hályi János volt a Művész Stúdió vendége, aki nem csak prózájáról ismert, drámáit is nagy sikerrel játsszák a hazai teátrumok. Hályi János egy nagyon-nagyon izgalmas és meghatározó a kortárs irodalomban, meghatározó alkotó, egyrészt sokrétű író, költő, drámaíró, festő, illusztrátor, aki a kötetei borítóját maga tervezi. Másrészt olyan kérdéseket feszeget, érint, hogy vidékiség, fővárosiság, hátrányos helyzet, megromlott párkapcsolatok, generációk közötti konfliktusok, amely maga az élet. Hályi Jánossal Kovács Dénes beszélgetett. Az író számos kevéssé ismert dolgot elárult magáról. Arra a kérdésre is válaszolt, hogy bár magát optimistának tartja, műveit leggyakrabban miért jellemzi pesszimizmus. Én, mint szerző, szerintem mindenképpen optimista vagyok, mert az lenne a pesszimizmus, hogyha én úgy írnék, hogy elmismásolnám azt, hogy milyen problémákkal kell megküzdenünk az életünkben, és milyen nehézségeken kell keresztül mennünk ez alatt a x év alatt, amíg a világon vagyunk. És mert hogy azt gondolom, hogy ha nem szembesülünk azzal, hogy mi a nehézség, akkor nem tudunk változtatni se rajta. Tehát ha ilyen szempontból nézném meg, akkor azt kéne mondani, hogy igenis ezek a könyvek arra hívják az embert, hogy gondolkodjon, és gondolkodni az egy fontos dolog szerintem az életben. A színpadi jelenetek rendezője Kosik Anita volt, a produkcióban a rendező mellett közreműködtek Dézsi Darinka, Gulácsi Tamás, Tóth Károly és Martin Kovics Máté. A hangszereken Karab Zoltán és Bartusz Zoltán játszott. A Művész Asztal októberben folytatódik, akkor Gerlóci Mártonnal találkozhat majd a közönség.